Üdv mindenkinek, mi a fasz ez az új Hearthstone formátum? Erről nagyon hosszú és részletes anyázós videó várható majd, amikor kicsit kevésbé leszek álmos. De most álmos vagyok, és álmosan fogunk sakkozni. Csináltam egy lobbit erre, lehet, ugye az ennek az egésznek a létjogosultsága, hogyha nem láttátok volna a bemutató videót, hogy lehet szimultán csinálni ezen a leeches.org nevű oldalon. Ez bárki tud csatlakozni, ez a lobby megszűnt létezni, mivel nem ülnek rajta 5 óráig, és nem lehet privát szimultánt csinálni, hogy ez bárki tud csatlakozni. Ha valaki úgy érzi, hogy rendkívül szeretne sakkozni őszentsége első jeló rangóval, mert pedig miért ne akarna bárki, azok itt tudnak. Ups, várjatok, nekem egy másik böngésző ablakra van szükségem. És már is küldöm a linket, de úgy látom már pára meg is találtátok, rendkívül ügyesen vagytok. Ügyesek vagytok, magyar nyelv. Fú, bazd meg ez az új Hearthstone formátum. Hát beszarok, te szar. Ad egy, ellopták az ötletet a Magicből teljesen. Ad kettő, az összes lapot tartalmazó formátumot még véletlenül se fogják szupportálni normálisan. Fú, bazd meg. Hát ez valami nevetségesen szánalmas. Ez szavakkal leírhatatlan. És oké, hogy kiszedik a GVG-s lapokat, mindegy. De bazd meg! Kiszedik a Nextremes-es lapokat. A Nextremes-es lapokat, amelyek... Miért van itt a teljes Steam-em a képernyőn? Amelyek alapvető fontosságúak voltak, bazd meg, a metajáték terén sok szempontból. Hát én ezt nem hiszem el. Ez nonsens. Ez de szar lesz. Sose csináltam még ilyet, úgyhogy nem tudom, hogy működik. Nem tudom, miért akad most akadás. Bazd meg! Hát azért csakkozunk, mert elkurták a Hearthstone-t. Nem, azért csakkozunk, mert csakkozni vicces. Aztán meglátjuk, hogy még mit csinálunk. Ma semmit, mert ma álmos vagyok, és ez nagyjából nem tudom, két gyalog előnyt jelent minden résztvevő számára. Berakok valami indokolatlan zenét. Egyrészt azért, hogy ne aludjak el élő egyenes adásban. Másrészt azért, hogy ne legyen ekkora csend. Majd rám szóltok, a hangos. Jeló, mennyire tudsz sakkozni? Amikor álmos vagyok, akkor semennyire. Amikor online játszom, vagy gépen, akkor nem nagyon. Ha van előttem egy tábla, meg egy ember, akkor eléggé. Hogy negyed órát adok magamnak, és nem 3 percet, az segít. De szerintem kezdjük ezt el. Nem is baj, hogy ilyen piciben van, amíg rájövök, hogy ez hogy működik. Szóval én megteszem a kiváló első lépéseket, és amikor automatikusan vált, nem nekem kell váltanom a táblák közt. Ami még érdekel, hogy ketyeg-e az óra, amikor... Ketyeg az óra, amikor a többint lépem? Ezt a fasságot? Akkor semmi időm nem lesz gondolkodni. Van automatikus váltás, jó.
Akkor ezért lehet plusz időt adni magadnak, most már értem. Hát szükség is van rá. Szóval teljes a káosz, tudom, most nem értitek, hogy itt mi történik, mert a három meccs folyamatosan változik. De hamarosan kialakulnak majd kellő különbségek ahhoz, hogy értsétek, hogy hol mi történik. Most mondom, egyelőre káoszon, előbb ezt a futót szeretném kihozni, hogy ne legyen a gyalogváncom mögött, tehát takarodj innen. Hú, ez kaotikusabb nézői tartalomként, mint amilyennek gondoltam. De ezt lépem. Az a baj, most a többi meccsen is ketyeg az óra. Ezt nem léphetem, mert elveszítem a huszáromat, pedig milyen szép és jó lenne. Na. Az a gyalog ne lépjen előre, akadályozzuk meg azt. De futó most itt szar, de majd találunk neki jobb helyet, ígére. De azt hittem nem ketyeg az órám, amikor a többi meccsel vagyok éppen elfoglalva. Ha ezt lépem, muszáj, hogy ide rakja azt a huszárt. Mert amúgy is kénytelen rakni ezt a huszárt, ezzel nem megyünk semmire. Nagyon szeretnénk ezt a mezőt blokkád alá venni, te, de nem fogsz megtolni egy gyalogot, bocs. Minden három meccset úgy fogom elveszíteni, hogy lejár az időm, ez már most egyértelmű számomra. Ezt a gyalogot senki belátható időn belül, hát fogják ketten támadni, de... De ez nem tudom miért volt jó neked, mert itt lesz egy nehezen vétető gyalogod. Igen, ide léphetett volna huszárával, és ez szar lett volna nekem. Szerencsére nem tette meg. Most ezt szeretném lépni, mert így ezzel csinálni kell valamit. Mit csináltam? Ja, persze, huszárt cseréltünk. Miért nem értem, hogy mit csinálok? Ezek a gyalognak a megvédése hosszabb távon baromi nehéz lesz. Ja, hogy pont segítettem neki, hogy meglépje, amit meg akarjon lépni, ez nem volt túl okos. De jobb, ha nem jövök. Ez hülyeség volt, ez nagyon durva. A tempó, B anyagveszteség. Ez hülyeség volt. Ez teljes mértékben hülyeség volt. Nézzük meg, mi van a többiben. Talán kicsit érthetőbbek. Ez nem tudom miért jó neked, mert így ez a huszár innen nem fog eltűnni egy hamar. Mi a harmadik meccs? Ja, ez igen. Szóval itt hatalmas hülyeséget csináltunk, ami abban is megnyilvánul, hogy ez itt elveszik. Ide lépek, A6. Nem, ebből csak szarul vagy, meg annál is szarabbul jövök ki. Ezt teljességgel elcsesztem. Muszáj vagyok ide lépni, hogy... legyünk úgy, igen, tehát... gyaloggal vagy huszárral üssünk. Egyrészt így a bástya a B7 gyalogot támadásra lát, hogy jön. Igen, ezt itt nagyjából szerintem sikerült már el is vesztenünk igazából. Ezt a fasságot, hogy az összes óra ketyeg egyszerre, ez nonsens. Ezt nem tudtam, hogy így lesz. Erre fogok fogni mindent majd. Nem arra, hogy 4 órát aludtam. Miért csináltam sok szimultán streamet 4 óra alvással? Ezt már soha nem fogjuk megtudni. Továbbra se tudom meglépni, mibe hogy egy bizonyos ponton elfelejtem, hogy azt nem léphetem meg, és megléptem.
Ennek a szarcsimbóknak az eltávolítása elég jelentős feladattá vált. Azért jó és azért élvez prioritást, mert mondom, ez a futó így idelebe. Oké. Mit csinálunk ezzel a futóval? Ez egy kardinális kérdés. Hát ha tudok trédelni sárga ládikat itt, annak én nagyon fogok örülni. Ez nem túl érdekes. Abban a csicsetet nézni sincs esélyem. Mint annyira nem izgalmas. Egyelőre, aztán majd ide jön a vezérrel, és itt élet-halál harcot kell elkezdenünk. Eltolhatom mellette a gyalogot, hogy azonnal leüsse, az nem tűnik túl szexinek. Ez itt eléggé csúnya. Nekem itt van egy tervem. Itt visszavonulót fújunk. Nagyon hosszú segkelés várható. Na te jó ég, most mindhárom helyen az ellenfelem gondolkodik, ez csodálatos. Van fél másodpercem, hogy megnézzem, mi történik. Nem szeretném, megtolhatom ezt a gyalogot, igazából nem, mert ezt elveszítem. Sáncoljunk így is, úgy is. Igen, ez várható volt. Mire szopom meg, hogyha hagyom, hogy leüssen? Nagyon durván. Ez momentán egy könnyebben vérhető harcálláspontnak bizonyul. Nagyon szép lenne ezt a huszárt ide bedobni, mert ugye a többi oszlopon lévő gyalogok már nem tudják baszogatni, csak őt el kellene távolítani ehhez. Vicces ötleteim eznek a bástyának ide a seggébe való feltolásra. Talán rendezkedjünk egy picit szépen lassan. Ezt vártam, de ez csak leütöm. Látom, amit akarsz csinálni. Ezt nagyon 6000 éve meg kellett volna lépnem egyébként. Ez miért volt jó neked? Ez azért érdekes, mert... És ez szerintem neki nem jó, mert ha gyaloggal üti vissza, akkor meggyengítette a királyállását kicsit, ha vezérrel, akkor még beütök B7-re. Igen, ez a harcton volt, amit felvillant egy pillanatra. Hát igen. Nem üthet vissza, mert akkor nagyon rosszul jár. Én se üthetek oda, mert én járok nagyon rosszul. Nézzük, mi történik a többi helyem. Itt elég egyértelmű a válaszlépés. Más nem nagyon tud csinálni. De majd rájön. Itt nem tudom, mi történik. Itt se történik semmi. Itt visszaütött a gyaloggal, itt vissza nem volt buta. Viszont azt jelenti, hogy ez a gyalog is támadhatóvá válik. És nem csak ez a gyalog válik támadhatóvá, hanem ez is. Visszaüt, igen, akkor én ettől szeretnék elköszönni, nem tud sokkot adni, tehát nem szívom meg, hogy az itt van. Itt egyébként nem tudom, mit csináljuk. Ez fogja lépni.
A Huszár itt nagyon szép helyen van, hát mondjuk be tudom biztosítani, nem? Az mondjuk segíthet, igen. Igen, ezt vártam, ez viszont azt jelenti, hogy őt támadásra levehetjük kicsit jobban. Ez az új harcom, patch kappa, nem. Jaló van élőd a valóságban? Nem sakkoztam az eleget, bár komolyan elég. Bár gondolkodtam rajta néha, hogy kellene. Szóval hirtelen iszonyatos anyagi előnyünk lett, miután sikeresen elbasztam mindent. A kedves ellenfelem még nálam is jobban elbasztott mindent, ezúton is köszönöm neki. Szóval igazából nem csinálunk fasságot, akkor nem fogunk veszíteni. Szerintem, hogy most szépen visszamolót fújok, ez a huszár nagyon ronda lesz, ha ide lép, de ez egyelőre nem zavar. Inkább legyen egy ronda huszárja vezér hátrányban, mint valami kellemetlen. Az ellenfelemnek kicsit túl sok mindent kell megvédenie egyszerre, és ez egy kellemes állapot. Igazából megtolom ezt a gyalogot, akkor ezt a tézist talán tudjuk is igazolni. Még valószínűleg nem fogjuk tudni, de segíteni fog abban, hogy ez a futó hirtelen hasznossá váljon. Ez a lépés annyira nem szexi, mint amilyennek te hiszed. Mint ez a lépés sem, mivel lehetővé teszi nekem, hogy zsúszla is sem ezt a gyalogot. Nagyon boldogan trédelem a sárga bástyit, nem is tudom minek nevezzem. Értem, hogy te alapsorimatot szeretnél adni nekem, de nem fogsz. Biztonság kedvéért inkább ide lépek. Mert ez azt jelenti, mert hogy a futót arrébb tudom rakni, és az alapsorimattal kapcsolatos esélyeinek végleg véget vetek. Ezt megértem, aki egyszer több asztalán pókerező, aki egyszerre több asztalán sakkozik, azt már nem. Nem baj. De... Timeout volt az oldal. Én erre egyáltalán nem voltam lélekben felkészülve. Ne timeoutoljál. Így nem fogok tudni nyerni. Mások is ezt kapták? Elég komoly probléma. Úgy nehéz sakkozni, ha sakktábla helyett robotokkal néz szembe az ember. De kirány lehet egyszer három harcon meccset lehetne nyomni Legend Rankben. Van, aki csinálja, hogy három szerveren játszik egyszerre. Na, visszaengedett, jó. Szóval itt veszített egy gyalogot, teljesen ok nélkül. Választhat, mit szeretne leütni. Visszavonulóz fújt, oké. Okay. Fújjál még visszább. Ez nagyszerű, hogy azt lépte. Ez is nagyszerű, hogy azt lépte. Semmi szexi nem történik. Ha semmi szexi nem történik, annak én mindig nagyon örül. A futót ide rakom, ha kettő mező távolságban egy futó és egy huszár között, az mindig nagyon kínos a huszárnak. Itt most a királyállás a szétrobban, nekünk van egy kimozdíthatatlan szuper huszárunk. Egyetlen feladat már csak az, hogy ne veszítsünk el kell a meccset azért, mert nincs időnk. Itt ez lehetővé teszi nekem, hogy bezúgjak ide. És hárman támadják, ketten védik, ezt ketten támadják, egy valaki védi, amit érdemes lenne ellensúlyoznom. Esetleg. Például azzal, hogy ezt a huszárt ide pakoljuk. Akit el lehet űzni, de arra van megoldásom, jelentem. Tehát a huszár, na majd megmutatom ugye. Itt adjunk már egy sakkot, egyrészt tök jó sakkot adunk, a huszár igen, vártam, hogy megpróbálja elűzni, erre több megoldásom is van. De egyik az, hogy adok egy sakkot, a másik közvetve az, hogy ha a bástyával kell ütni, vagy nem a sakkot adok, miről beszél, megtámadom a bástyát, és ha a bástyával üt, az nekem jó, az nem is teheti meg ugye, mert akkor egy futót kap csak érte. A másik pedig az, hogy hát akkor én szeretném kérem folytatni a nyomásgyakorlást, és te eldöntheted, mit csinálsz. Kénytelen vagy trédelni a sárga parasztot. Mit csináltam? Leütötte a huszárt.
Ez egy rendkívül rossz ötlet volt, és mindjárt demonstrálom, hogy miért, csak itt előbb szeretnék egy macfenyegetést felállítani. De egy rendkívül, nem nekem a másik mérkőzés érdekel. Azt gondoltad, hogy ez egy ingyen huszár, de nem vetted észre, hogy amint ez a báb elmozdul, ő kettős sakkot kap. Vagy hát simán sakkot akár. És ha én most ezt lépem, és a vezér sakkot ad, akkor ez a bástya hiába van háromszoros ütésben, te szart se tudsz vele csinálni, sakban vagy és kész. A vezér hiába lép közbe, az nem fog jelenteni semmit, úgyhogy meg visszaütim. Ez a kis cuki helyzet azt jelenti, hogy én itt leütöm. Üt. Te nem tudom, mit csinálsz itt, nem működött. Itt is nagyon undorító dolgok fognak történni pillanatokon belül. Ott az egyik ellenfelem feladta, nagyszerű. Mint említettem, itt undorító dolgok fognak történni, ez ugyanis sakk, és a vezért is támadjuk, hanem matt, már nem is tudom, hogy mi történik, köszönöm a királynődet. Ez pedig csak sakk, mert meg tudja tolni a gyalogot, persze. Viszont utána elveszti a vezérét, és ezzel a meccset. Játszhatok egy meccset ellened? Persze, bár lehet mindenki jobban jár, ha nem ma este. Mert ma nem vagyok magamnál. Köszönöm a királynőt, akit megölni nem kell. Lehet tudnék mattot adni, de... nem figyeltem. Szerencsére így, hogy csak kettő meccs van, így már valószínűleg időben is tudom menedzselni a történteket. Igen, visszaütött, örülök neked, haver. Újabb trédelést szeretnék lefolytatni. Továbbra sem sárga ládik ügyében. Nem is trédelek, hanem ingyen leütöttem ezt a tisztat, ami azt illeti. A köztisztaságiak nagyon örülnek az én tevékenységemnek. Sokban. Futó üti E1, vagy bástya üti E1 matolt. A másikban nem hiszem, mert azt hiszem a futó védte. De majd megnézem. Igen, ebben a partiban lett egy ingyen vezérem, már emlékszem. Támadjuk meg egyszer egy 877 dolgot. És nincs alapsorimat, mert szerencsére itt a bástyán. Ez egy cuki lépés, de nem veszed észre, hogy mattot kapsz. Jó, maradt egy. Bástya üti bástya elvtárst, igen. Picsába visszajött, legyen vészmegoldásként a Hearthstone-t. Ez amúgy egy rossz lépés volt a részemről. Százszor jobban járt volna, ha a bástyáját ide húzza. Ez a visszalépek vezér szénére, nem mondtam semmit. Így boldogan trédelem megint a sárga bábokat. Két tisztai bástyáért, amikor már amúgy is előnyben vagyok ráadásul. De egyébként is jó üzlet. Na, ne kövessünk el valami hatalmas hibát. Innentől kezdve minden vicces kis lehetőség itt lent megszűnt létezni. XCOM 2 streambe stream nézők lesznek a Suicide katonák, akik jelol operálnak? Részben. Csak 3 nap az XCOM 2, igen. Nem biztos, hogy pénteken fogom streamelni, az a helyzet. Tetnék tudtál sáncolni? Na hát, ne szembesüljük. Hazudjak már neked egy sakkot. Egy egész sakk táblát adok neked, tessék. Egyrészt nincsenek sunyi gyalogtologatások, nem mintha bármit számítana másrészt. Ez nem volt egy jó lépés. Hello! Te most innen nem tudsz ellépni, mert különben sakban lennél, amit nem lehet a sakban, úgyhogy te innentől vesztettél. Jó, szóval ezt a meccset is megnyertük. Mi a szabadok helyek lehetek katona az Extreme.com 2-ben kapva? Valószínűleg lesz elég halott, hogy ne legyen ebből gond. Akkor kijött az XCOM Enemy vidén, rengeteget streameltem éjszaka, úgyhogy sosem nyertem, nem is az volt a cél, azok ilyen tanuló streamek voltak, olyanok lesznek most is, mert biztosan. Hát igen, ez innentől kezdve egy
Nagyon egyszerű győzelem. Egy teljesen mindegy igazából, amit csinálunk, innentől nem fog tudni nyerni. Van egy bástyám, neki nincs semmije. Ez a rengeteg paraszt itt igazából csak show műsor. Főleg úgy, hogy ebből a parasztból mindjárt valami a parasztnál kicsit jobb lesz. De esélye nincs, hogy ez beérjen. Nulla. Tökéletes. Sikerült 3-ból 3-at megnyernünk? Igen. Csodás. Szóval itt valaki azt kiabálta, hogy Bástyőti E1 mat volt. Én feltételezem, hogy itt gondolod ezen a meccsen. Hát egyrészt az E-oszlopon semmi nincs, hát gondolom azt gondoltad, hogy Bástya D1, ami semmilyen formában nem volt mat, mert el tudok lépni, illetve le is ütöm a bástyát. De erre igyekeztem mindvégig vigyázni, hogy ne legyen ebből a mat. Itt nem volt alapsorimat lehetőség, itt pláne nem volt alapsorimat lehetőség. Na, van számítógép analízis, ami remélem csinálja távol létemben is, ami mindjárt megmutatja, mennyire halálosan szarul játszottam egyébként. Ebben nem. De a többivel majd mindjárt látni fogjuk. Alapsorimat az meg mi? Az alapsorimat, mindjárt demonstrálom neked a koncepciót. Az alapsorimat például itt fordulhatott volna elő, mielőtt megtoltam ezt a parasztot. Tegyük fel, hogy ez a bástya nincs itt. Tegyük fel, hogy amíg ezt léptem. Én pedig váratlanul és rendkívül sunyi módon az alapsorra, az első soromra behúzza a bástyáját. Szerencsétlen királyom itt sír, nem tud lépni sehová, mert a saját parasztja járják útját, és vesztettem. Ez az alapsorimat, és az ilyet szeretjük elkerülni. Nagyjából erről volt szó, ez volt egy lehetséges hiba. Itt ezt viszont iszonyatosan elbasztam, ezt a meccset, ezt majd látni fogjátok. De a többi eléggé magától értetődő volt, tehát nem csinálunk semmit. Pici előnyöm van, ez a pici előnyöm kurvára megnő, miután itt nevek huszár D2 jobb lett volna, de ő tudja. Viszont itt ez a bástya lépés nagyon-nagyon szarnak bizonyult. Részemről pedig elvileg az bizonyult nagyon szarnak, hogy itt nem ütöttem. Igen, az egy ingyen tiszt lett volna, ha ezt a huszárt leütöm. Úgyhogy itt vissza is adtam neki a kedvezményt. Itt egy újabb hibát vét, amivel már... Igen, itt folytathattam volna az instant nyomás gyakorlást, úgy látszik. Mert igen, hiába itt... Aha, igen, az mindenképp jobb lett volna. Persze, hogy jobb lett volna, nyilván. Nem vitatkozom a számítógéppel. Innentől kezdve meg már csak halálos bénaság és garantált mat. És hatalmas előny és sírás. Jó. Ez a meccs nem volt túl érdekes. Azt kell mondjam. Volt még ez a másik. Wow. Itt mattot tudtam volna. Oh. Én néztem is ezt a lépést, és persze, hogy mat, hát kettős sak. Jaj, de buta vagyok. Annyira le akartam nyerni a vezérét, hogy nem adtam mattot. Ups. De igen, itt magyaráztam, milyen jó volt a kettős sak. Ahol egyébként ráadásul tudott volna C4-et lépni, ami halálosan szomorú lett volna, mert hiába ölöm meg az ő vezérét, hogy megöli az enyémet. Fú, bazd meg, ez de nagyon szar volt. Szerencsére kölcsönösen elbasztuk. Tehát igen, a legjobb lépés itt az lett volna, hogyha azonnal megnyerem a mérkőzést. Az általában jó lépés, hogyha azonnal megnyerem a meccset. Korábban semmi halálosan izgalmas. Pici mondhatni teoretikus előny, ez hiba volt, ez látszik. Itt pár lépésen belül szétesik minden. Hatalmas hiba volt, mert mondom, hogy mattot tudtam volna adni, csak hülye voltam. Megúsztam a hülyeségem,
Innen pedig nyertünk. Itt is gyorsabban matot tudtam volna adni azért E7-tel, de mindegy. Teljesen mindegy. Innentől menthetetlen volt a helyzet. Volt már stream.com, az egy létező koncepció, hogy stream nézők lesznek XCOM katonák, majd lesz ilyen most is mindenképpen. Ez volt az egyetlen érdekesebb mérkőzés azért, mert a bénáztam, csak nem akkorát elvileg, mint ami a másik kettőben tettünk így kölcsönösen. Mindjárt a kompjúter megmondja, mennyit tévedtünk ebben. Üdvözletem, eddig nyertél? Igen, 3-ból 3-at. Jeló, hogy lehet beszállni? Mindjárt csinálok egy újat. Hú! Igen, szóval ez itt hiba volt. Itt ez a vezér B3 azt megakadályozandó, amit egyébként is meglépett, illetve meg kellett volna lépni egyel korábban, és ez a huszár C5. Már jeleztem, hogy katasztrófa egyrészt, mert a vezéremmel el kell lépni, nem tudom, a szegény meghal. De ráadásul ez a szerencsétlen gyalog is elveszik, mivel támadja a huszár és a futó is. Ugye ez a futó G6-on, és nem tudom megvédeni. Ezek után elég komoly hátrányba kerültem. Szerencsére olyan bénán játszunk, hogy az még melőzhető, vagy menedzselhető. Elvileg a huszár körbe manőverezéseért sokkal jobb lett volna a futó ide helyezésre, ami valószínűleg igaz is, mert így nagyon nehéz ezt megvédenem. Akkor egy undorító csereberék után teljesen ronda szituációban vagyok. Anyagilag egál pozicionálisan, meg sírás. Na mindegy, szóval nem ez történt, helyette kaptam egy lehetőséget arra, hogy kicsit visszatérjek a világba. A király G1-nél volt elvileg sokkal jobb lépés. De szerencsére mondom, hamarosan itt ez a sötét időszak véget ért, mert kölcsönösen rendkívül bénák voltunk, és itt ez a... Na itt igen, ez a futólépés, ez nagyjából elvesztette kedves ellenfelemnek a meccset, mert Dur elköszönhet a vezérétől. Nyilván azt gondolta, hogy jó, én leütöm az övét, ő leüti az enyémet a futóval, de ezt nem tudja megtenni, mert sakkot kapott. Amire én számítottam, az, hogy leüti ezt a gyalogot. És a vicces az, hogy nekem akkor az volt a tervem, hogy leütöm ezt a huszárt, teljesen elfelejtkezve arról, hogy ez a bástya védtelen. Tehát újabb hatalmas hibát követtem volna, de szerencsére erre nem került sor. Innentől kezdve meg, hogy kedves kolléga elveszíti a vezérét, hát nincs miről beszélem. Szóval, igen, álmos vagyok és látszik. Aztán itt meg szerencsére feladta. Szóval, ha valaki szeretne, a sárga színt utálod, miért sárga a pólód? Miért utálnám a sárga színt? Szóval most megpróbálok csinálni még egy ilyet. Meglátjuk, van-e rá közérdeklődés. Nem zavarna, ha nem lenne, mert akkor alhatnék. Na most a múltkorival ellentétben adok magamnak plusz 5 percet, plusz 10 percet. Plusz 5 perc szerintem az működik. Ha valakit ez érdekel, akkor itt a lehetőség. Van értelme ellenet kiállnom úgy, hogy ennyit értek a sakhoz, hogy tudom melyik bábú melyre lép és hogy mikor van? Mert értelme van, az nem biztos, hogy nem foglak agyonverni, de nem baj. Nyugodtan csatlakozz. Annyiban javulnak az esélyeid, hogy mint látható legalább 5 másik meccse kell figyelnem, úgyhogy a szememet alig bírom nyitva tartani. Magyar sátán kódnyelvezetet használ, akkor is kérnéd a magyarázatot? He? Ez rengeteg paraszt, csak parasztvakítás, igen. Te jó ég, miért vagytok heten? Segítség. Na jó, szerintem adok nektek még egy percet mondjuk, aztán elkezdem. Fú, bazd meg. Erre nem vagyok lélekben felkészülve.
Miért vagytok ennyien? Na jó, szerintem aki itt akar lenni, az már itt van. Szóval nekem 9 sakkpartit kell egyszerre játszanom, és 5 percet szántam bónuszban erre. Mindenkit megkínálok, egy E4-jel szerettem volna, valakit egy E3 kezdőlépéssel kínáltam még, mert megcsúszott az egere. Így ez a plusz 5 perc valószínűleg nem lesz elég. De meg kell próbálnom minél gyorsabban nyerni, ez a lényeg. Az első pár lépés egyáltalán nem lesz izgalmas, sehol. Ígérem, tudok mást is lépni, mint ez. Egyelőre ez nem fog megnyilvánulni. Ó. Oh. Te döntetlenre mész? Karokan? Nem tudom, mit csinálom. Egyszer majd megtanulom a megnyitás elméletet, mami ígérem. Ez már most, nem elég, hogy non-standard, de fogalmam sincs, mit csinálok, tehát... Van egy standard gyanúm, hogy ez abszolút hülyeség, amit most történik, de mivel rossz helyre raktam a gyalogomat a kezdetek kezdetén, most sokat ártok. Most arra szeretném felhívni a figyelmet, hogyha ő itt ezt leüti, akkor lesz egy kellemes meglepetésem a számára. Mert lehet, hogy ő azt fogja hinni, az E4 gyalog ingyen van, de tudomásom szerint ilyenkor egyáltalán nincs ingyen. Ez majd kiderül, ha beborul, ha odaérünk. Itt nem tudom, hogy ez az állás hogy jött létre. Pontosan tudom, ez az állás hogy jött létre, úgyhogy sikerült... Már ez ilyenkor működik? Én leütöm ezt. És akkor villa. Aha, ez most ingyen van. Azt hiszem. Nem, mert ez a futó itt van. Azt hiszem. Itt lehet valamit szopatni valahogy. Vagy valakit szopatni valahogy. De nem kívánom magamat megszopatni, az a lényeg. És nincs időm, hogy ilyen hülyeségekre gondolkodjak. Lesz még itt bőven megfontolni való később. Ez a szegény futó ide most jól be is ragadt. Úgyhogy ott ki kéne szabadítani. De nem tudom, miért ide jöttél. És elvetted saját magadtól a helyet, vagy mi van? Nem akarom meglépni, mert akkor ez egy nagyon szar gyalog. Készüljünk rá lélekben, de még ne. Egy érdekes lépés. Nem tudom pontosan, mi áll mögötte, de ki fogjuk deríteni, úgy tűnik. Ő visszavonult. Vagy tudta, hogy ilyenkor mi jár azzal, hogyha azt a gyalogot leüti, vagy volt egy jó megérzése. Egyszer majd megtanulok sakkozni, mami, ígérem. Hát igen. Na most már lehet trédelni, úgyhogy nem fáj. Bár a rossz futóját adom a jó futómért, vagy igen, tehát a rossz futóját kapom a jó futómért, úgyhogy ez nekem annyira nem feltétlenül. Igen, ez igazából nem volt egy jó döntés. Én nagyon készíted elő a huszáromnak ezt a helyet, aminek én örülök. Ez a mező is elérhető amúgy, csak ő megjegyzem. Őt akarom kimenteni még pedig ide, hogy legalább a sáncolását megnehezítse. Ha szétveri a saját királyállását, ezt meg fogom neki köszönni. Gyerekek, esélyem nincs, hogy ne veszítsek el idő miatt ezeken a meccseken, én ezt már most megmondom nektek. És neked most meg kell védened ezt a hülye gyalogot, ő is meg van védve. Akarom ezt lépni? Nem tudom. Majd kiderül. Utólag, hogy jó ötlet volt-e.
ez egy rossz lépés volt, ez egy nagyon rossz lépés volt. Úgyhogy azt hiszem egy meccsel kevesebb, amire koncentrálnom is kell, ez megnyugtató. Úgy érzem, hogyha Left 4 Dead-eznék, csak sakkban jönnek a zombik. De zombi hordával küzdök. Erre sáncoljak. Ugyanarra sáncolunk, az általában lassítja az eseményeket, ami azt hiszem nekem jó, mert én álmos vagyok, a versenytársaim egy része meg nem tud sakkozni. Ha téged ide kihozlak, akkor ő gondolom lesz valamennyire. Elő, engem kihagysz folyton. Hogy milyen szempontból hagylak ki? Automatikusan váltja, hogy éppen melyik lépésre válaszolok, úgyhogy én nem hagyok ki senkit. Vagy mivel hagytalak ki? Mi bánt? Mond. Te már csodálkoztam a sáncot. Te takarodj innen. Te mit csinálsz itt? Nem tudom, te mit csinálsz itt. Gondolom F4-re akarsz leütni, ami nem lesz maradandó. Én viszont ide boldogan beugrom. Ez egy érdekes elképzelés. Még nem tudom, mit akarok vele kezdeni. Ide beraklak, trédelünk F4, mondjuk. Futóját szívesen trédelem, ez érdekes. Trédelj, ha akarsz. Túl sokat harcstónoztam, mert állandóan azt mondom, hogy trédelés. Futó menekül. Érdekes. Ez is nagyon érdekes és valószínűleg nagyon rossz ötlet. Csak tol egyet a királyán. Téged megint szeretnének akkor itt kidugni. Ez nagyon vicces. Adok egy sakkot és történnek más dolgok is. Megint a szokásos, ha ez a futó elép, az a gyalog megsérül, illetve meghal, nem is, hogy megsérül. Egyában vagyunk, tehát igazából ez nekem nem jó, ha itt trédelek. Mint az enyém aktív, az övé haszontalan. Így bújjunk is szépen vissza. Nem értem azt a random királylépést. Miss Leafo, túl sokat térdelsz, Yellow. Nevettek. Mit szólsz, hogy craftelhető lesz ma X-nál? Nagyon-nagyon elbaszottnak találom ezt az új formátumot, de erről majd lesz szerintem egy nagyon hosszú, nagyon ajánlós videó, ő nem tud lépni. Köszönöm a vezéredet, újabb meccs, amivel nem kell foglalkozni a továbbiakban érdemben. Itt ugyanaz a kérdéskör, mint az előbb, hogyan trédeljek itt, ha szeretnék. Tudom, hogy te ide akarsz jönni, oda baj, hogy nem fogsz itt maradni. Józsi megtolja gyalogját. Című csendéletünket láthatják. Vissza is lép, oké. Okay. Most ide manőverezek, az nagyjából ugyanaz, mint amivel ő nézett szembe, egy nagyon jelentős különbséggel. Ezt a különbséget remélem meg tudom majd nektek mutatni. Itt fogalmam sincs, mi történik, de ja, neki nincs vezére. Igen, ez az a meccs. Aha. Szóval itt ide be tudom rakni. Ja, de itt még nem ez történik. Igazából történhet ez, de történjen inkább valami más. Ez szívesen adok egy huszárt a futódért. Te ide kilépsz, ami egy jó ötlet. De én még így is benne vagyok abban, hogy egyszerűen csak megtolassam veled G6-ot és utána elsétáljak. Ez egy nagyon érdekes szituáció. Bár el tudnám nektek magyarázni miért, köszönöm az ingyen gyalogot meg a sakkadási lehetőséget. Ő menekül és mattot kap, jó, egy meccs letudva. Te mi ez a parti, mi történik itt? Ja igen, ez az. Te azt gondolod, hogy te beütsz? Te ne juss be ide, az nem jó ötlet. Ebben a trade-ben benne vagyok. Fú, itt vannak lehetőségek, azt hiszem. Kezdjük ezzel. Ő ide bevágtat. Ha, akkor trédelünk.
ez nem volt jó ötlet. Erre számítottam. Megint ugyanaz a műsorszám, mint a múltkor, itt ezt a felszabaduló fél oszlopot szeretném kihasználni magamnak. Itt ezt a lefutó tűnjön el, de cuki vagy. Ide lépek, az matt. Nem bekezdett neki, bossz. Előjön a futósak ide, ha nem felejtem el, mire sorra kerül. Visszavonult, ami azt jelenti, ezt a gyalogot leüthetem. Ez nem matt, de majdnem, miután ezt leütöm és visszaüt, az lesz. Ez egy trade. Itt mi történt? Ja, hogy visszaüt. Aha, most már értem. Meg így is tök jó, hogy továbbra is matttal fenyegetünk. Ez magától értetődő, hogy vissza kell, hogy üssek. Ez itt nem mat, de majdnem. Matt, de döjnem. Nyilván mondanom sem kell, a bástyámat szeretném itt nagyon aktivizálni. Ez lassú, kurva lassú. Ide lépek, izé, ide lépek, lejön. Visszajövök, visszamegy. Szerintem itt akkor ennyi időm van, hogy szórakozzak, hogy megpróbáljak egy bástyát ide bejátszani valahogy, ami kurva időgényes lesz. Ezt nem üthetem le, szépen visszamrulót fújunk. Centrumot feladtuk ideiglenesen. Igen, ezt ő nem tudja leütni, ugye ezt próbáltam jelezni az előbb, még amikor 6000 éve itt tartottunk. Igazából azt hiszem ez nekem most így valamennyire jó, nem tudom, fogalmam sincs mit csinálok, ha még nem jöttetek volna rá. Akarok itt trédelni? Nem igazán. Inkább geci módon ide jövök, hogy ne tudjon sáncolni. Itt akartam sakkot adni, de most nem tudok. Egy egész lépésig nem tudok itt sakkot adni, ó, valósor. Várjál. Én meg mattal fenyegetek. Ez talán kicsit jobb, kicsit sokkal. De arra meg van egy jó lépése. Hát jónak nem nevezném. Itt már fogalmam sincs, hogy mi történt. És nincs anyagi különbség, úgyhogy itt még úgy látszik, nem követett el az ellenfelem akkora hibát, hogy nekem ajándékozza a győzelmet. Igazán megtehetné. Nem kéne gondolkodnom. Rendezkedjünk picit. Nem tudom, képezzünk valami üvegszerűséget. Te mit csinálsz? Ez matt, ugye? Igen. Még egyel kevesebb. Te elvetted magadtól a menekülő utat. Ez a lehető legrosszabb lépés volt, amit megtehettél volna. Vissza tudja adni magának a menekülő utat. A futó H7 sakk. Ja, de így tudok mattot adni. Most nézem. Kicsit másképp, mint megszokott, de tudok. Igen, ez itt kezd rondulni. A királyomat vegyük már az útból. Te megtoltál egy gyalogot, amit én boldogan leütök. Ha te itt jössz, akkor visszaütök. Ez azt gondoltam, hogy jó nekem, de lehet, hogy hülyeséget gondolok, és igen, ezért éreztem, úgyhogy ez nem biztos, hogy egy jó ötlet neki, mert sakk. Értem, hogy te ezt szokott csinálni, erre felkészültem. Itt nem emlékszem, hogy mi történik. Sáncoljunk így is, úgyis azt mondom. Ez miért jó neked? Csak vissza fogok ütni. És akkor most jön ez. Igen, most kaptam egy ingyen gyalogot. Ezt akarom ezt itt? De én rossz futóm az ő jó futójáért. Ugye a rossz futó az, ami a gyalogok saját színén, mert szerencsétlen nem tud menni sehová, saját gyalogjai vannak útban, ő meg tudja támadni az enyéimet.
Nem tudom ezt megtámadni, ezt meg ezt meg ezt meg ezt meg ezt, mert mind a másik színen van. Úgyhogy én boldogan trédelek. Én fogok ütni előbb, hogy ne menjen kárba a gyalogláncom. Itt felsorakoztathatnék három gyalogot egymás mellé, nem szeretnék. Vissza kell, hogy üssön, majd utána jövök B7-re. Itt teljesen elveszítettem a fontot. Ja, itt most kaptam ilyen gyalogot, igen, már emlékszem. Képben vagyok. Ez a gyalog védtelen. És szomorú. 20-ert ide bebaszni kellemes lenne, csak ő akkor ezt meglépi, és az szomorú, ha ezt leüti. Egyébként, hát nem tudom, ide jön ide, akkor meg... sáncoljunk így is, úgy is. És ez itt, ott. Köszöntjük szépen. Igen, köszöntjük a gyalogot. Trédel, én most meg tudom tolni D4-et. Tempóval. Ha üt, veszít. Ha elmenekül. Ez jó, ez tetszik. Ugye ez egyre nem szexi, mint amilyennek tűnt. Bár a királyállását szét tudjuk baszni. És az megéri. Azt hiszem. Ez egy normális sakkparti, erre figyelnem kell. Semmi egetverő fasság nem történne. Álljuk készen lélekben itt a nagy küzdelemre. Itt is vezérelőnyöm van, ez az a parti, jól van. Azért mindig nyugisak az ilyen partik, ahol vezérelőnyöm meg annak, ahol hagyják, hogy ilyenek vad dolgokat csinálják. Te mit tettél? Te miért vagy ilyen buta? Miért nem a gyaloggal ütöttél vissza? Miért adtad oda nekem a vezéredet? Nem baj, köszönöm. Még vissza kellett lépnie, akkor én szépen tolom le ezt a gyalogot a torkán, te nagyon nem akarod, hogy ez itt létezzen, látom el. Nem hibáztatlak érte. Két gyalog előnyöm van, akkor nekem jó, hogy cserélek. Bár lesz két futója, de az két gyalogot nem ér. Meg két futója van a futó-huszár kombináció ellen, ezt próbáltam mondani nem sok sikerrel. Ezt meg tudom tolni, ha meg akarom, nem igazán akarom, ez a futó tótszar. Viszont talán most egy, nem, amit meg szeretnék akadályozni, az az ellenfelem vezér B2 lépése. Bár nem kell megakadályozni, a vezér C1 és kész. Meg a huszár se kell hozzá, úgyhogy indítsuk le azt a huszárt ide. Aha, itt szépen újra felállítottunk egy blokkádot, ezt a huszárt most akkor én leparkolnám, volt a kép örökké. Köszönöm a vezéredet. Igazi vezéregyéniség volt, amíg nem halt meg, de meghalt. Szerintem te takarodj innen, vagy trédelj, mind a kettő elfogadható. Szerintem a centrum egyetlen gyalogját szeretném megóvni. Nem lehetetlen. Igen, itt megint még mindig vezérelőnyöm van, de eddig edelben nem sietek sehová. Minél több dolog tűnik el itt az asztalról, annál többet ér, hogy nekem van vezérem, neki nincs, bár az igazából minden élethelyzetben sokat ér a sakkban. El tudok-e valahogy sunyi módon űzni ezek valamelyikért? Tudok lépni egy F4-et, de az meg megtolja, az nem jó nekem. Ez a huszár nem kell ide. Neki nagyon is kell, ezért van ott. De az nem lenne itt, akkor ez a gyalog eltávolítható lenne. Egy akarok viszni? Nem. Ide nem léphetek, mert elveszítem a bástyámat, ez a huszár most nem tud kijönni. Ide lépek, kettő támadja, kettő védi, bezárom a futómat kicsit, de ideiglenes. Talán jó, nem tudom, fogalmam sem is. Köszönöm ingyen bástyát. Takarodj még messzebbre. Nem akarod, hogy ide jöjjek, nem is hibáztatlak érte különösebb. Gyalog, hát nem, gyalog előnyben vagyok. Aha. A gyalog előnyben vagyok, igazán az a baj, hogy ezt a gyalogot beparkolom, nehéz lesz megvédeni. Trade, izé, elmenekül. Levadászni se könnyű.
talán kezdjük mégis ezzel. Nem tudom, mit csinál. Aha, ez egy gyalog meg fog halni. Ez szarügy. Ez kurva szarügy, ezt elbasztam. De hagyom azt a gyalogot meghalni. Az alternatívek még rosszabbak. Ez a gyalog meg fog halni szintén, meg tudom védeni, de... Igazából tudok itt a zsolókat csinálni. Mi van a többi meccsen, engem most az érdekel. Ez miért jó neked? Szeretné az egyszerűbb mérkőzéseket szépen lerendezni. Itt nem én lépek, nem én lépek. Itt volt egy ütés. Azt jelenti, hogy a... Hát a bástyám is kiszabadulhat igazából. Szabaduljon ki a bástyám. Itt még mindig nem gondoltam ki, mit csinálok. Igazából ez tökéletesen rendben van. Egy pillanatra úgy tűnhet, hogy jól jár róla, de nem fog. De nem tudom, hogy itt mit művelsz. Manőrezzük ezt a vezért G3-ra, aztán támadunk. Ez egy cuki dolognak tűnik, de nem az, mert leüthetem, bár nem akarom leütni. Jó. Hát figyelj, én benne vagyok, hogy harctólos kifejezést élve entúmoljuk azt a futót. Szóval te azt hiszed, hogy ez most jó, de mindjárt rá fogsz írni, hogy nem, ez egy ingyen gyalog, amit megköszöntem. Hú, fellélegezhetek. Most olvastam az új Hearthstone izét, szerintem nagyon szarul van megcsinálva, de majd kiderül. Igen, nyilván nem akarja, hogy megcsináljam, amit meg akarok csinálni, de fokozzuk a nyomást. Igen, te most azt hiszed, hogy ez jó, de én ezt fogom lépni. Nem léphetsz el a királlyal, mert elveszíted a bástyádat. És hogy te innen ennek a mezőnek a megvédését abba hagytad, akkor ez a gyalog átmászik. És ez jó. És most ez jónak tűnik, azt hiszed, hogy jó védve van, de nem lesz védve sokáig, mert visszajöttem. Ott tud sáncolni most itt eszembe. Rossz sorrendben csináltam. Előbb. Igen, ezt ott én hibáztam. Ha itt először G7-re létek, most nem tudna sáncolni, és a sáncolás megoldja a problémáját, ez az én hibám van. Itt most egy gyalog hátrányban vagyunk, de majd megoldjuk, így nyerni fogunk pillanatokon belül. Itt is nyerni fogunk pillanatokon belül. Kösz a vezérede. Nem tudom, miért tetted oda. Lehet már meguntad a sakkot. Ne aggódj, a sakk is megunt téged. Ha. Ez nem segített neked. Ott volt egy lehetősége. Itt le fogjuk nyerni a bástyáját, ott ért el az a ság. Ha. De nem akarok lépni, mert ezt tempóval meg tudja húzni. Oda nem fogok tudni bejutni egy hamar, ha ide jövök, akkor ezt picit sakban tartom. Sáncol igen, de most már késő. De egy cuki lépés, de nem segít neki semmi. Igen, feladtam, ott volt két lépésben. Igen, ez itt most megvédi a barátját, és nem jön semmi, de sakk, és repül a bástya, huszár is repülhetne, de ez többet ér. Ez egy nagy hiba lett volna a részemről, ha ezt nem is tudom leütni. Ugye se tudok lépni, nem, hogy hibáztam egyet. Van valami vicces lépés, amivel megúszom ezt a bakit. Ide lépek a huszárral, leüti a bástyát. Bemászom oda. Kell veszítek egy huszárt egy gyalogért.
Ez itt teljesen rendben lesz, ha megtolja a gyalogot, nem veszitek anyagot, akkor az még jobb. Ha üt, akkor meg én tök H6-on, és akkor van ellenjátékom, ha más nem is. Nem kaphattam volna 1000 éve már mattot, majd megnézzük. Ezt boldogan trédelném igazából. Trédeljük le egy cuki végjátékon. Te nem akarod, hogy a királynőm bárhol is legyen. Ez igazán nem szép tőlünk. C2, C1, E2. Ezen az átlón nem tudunk, és ide tudok jönni. Ide kellett volna jönnöm már az előbb. És nem tudta volna tempóval idehozni a izéjét. Köszi. Mestje csere. Ez a gyalog pillanatokon belül meghal. Ezt most nem ütöm vissza, de ez nem gond. Itt a, ez lesz érdekes, amit az eloszlopon zajlik. Cserebere fogadom, itt még mindig egy gyaloggal vagyok lemaradva, időm sincs, hogy átgondoljam. Köszönöm a gyalogod. Itt biztos, hogy tudom minél csúnyát csinálni a szerve igazából. Kettős sakkokkal tudok operálni, de... Most még nem olyan szexi. Huszárnak is annyi. Mindennek annyi. Nem akarok cserélni, mert anyaghátrányban vagyok most az egyszer. Ez az én kis esélyem itt. Egy olyan helyen lévő huszár mondjuk. De léphet megtolja, az nem jó nekem, itt el nem léphetek. Ennyi ellen játékom van itt, ami nem túl sok. Ez a gyalog szépen megindul előre. Köszi. Adjunk itt kettősakkot, aztán majd meglátjuk, mit csinálunk a továbbiakban. Ez itt neked nem ér semmit, már most szólok, az nem fog átjutni sehol, de tényleg sehol, itt vár rá három másik gyalog. Sakk, itt az idő az egyetlen veszélyforrás. Igen, itt én itt visszaütök. De ott sem állunk túl jól. És itt mattot fogunk adni a következő lépésben. Nem fogunk G4-et lépni, mert elveszítjük a huszárt, és akkor egyből sokkal izgalmasabb ez a meccs, amit nem szeretnék. Ez is egy sok. Minden véd, minden, tehát nem tudsz mit csinálni. Királyom szépen elindul arra. Igen, ez itt egy rohadék mező neki, de nagyon bemozdulni sehová sem tud. Indítsuk meg ezt a gyalogot felfelé. Itt leüthetem, de butaság. Inkább biztosítsuk, hogy ők itt soha többé ne tudjanak átjönni. Hú, 8 másodpercen van, az elég kellemetlen, konkrétan az idő miatt fogok veszíteni. Még elégen lehet, hogy másodt is. De egy szarsak volt, teljes hírség volt, amit csináltam. Elveszítjük azt a huszárt, ezt van, így is jók vagyunk. Itt idő miatt vesztettem, itt is idő miatt leszítenék, ha nem adnék mattot. És van 8 másodpercem. Hát az utam, hogy 9 meccsem lesz, több időt adok előre magamnak. Ebben a chat látom jól megbeszéli a harcoló formátumokat, nagyon örülök nektek. Mit csináljak, mit csináljak, mit csináljak, nem tudom. De ott elbasztam minden. Itt meg egy lépésre voltam a mattól, és nem tudtam behúzni elég gyorsan. Nem baj. Még van egy percem, de mire?
egy kicsit kegyetlen ez a formátum. Ilyet, nincs alapsori, mert F2 szabad, itt elloptam egy bástyát, és ez amúgy is vesztésre álló meccset, de 20 másodperc alatt amúgy sem tudnám megnyerni, még ha én vezetnék, a anyagilag akkor sem. Az utolsó kettő egyszerűen le fog ketyegni. Akkor állítottam be a plusz 5 percet magamnak, amikor én 3D meccsre készültem, helyett előtt 9. Megkérdezem, az a 10 perc plusz. Igen, nem tudtam, hány ellenfelem lesz. Hát van ilyen, nem nagy gond. Ide bejutok, nem jó semmire. De huszár ellép azonnantól kezdve garantáltan szopás. Oly közel és mégis oly távol, ezt a gyalogot hiába tolom most meg. Ja nem, az a huszár pont, hogy kötésben van. Mert ez védtelen. Ez azt hiszem egy elméleti döntetlen, de nem fogom tudni eljuttatni oda. Egyrészt nem vagyok elég jó játékos hozzá, másrészt még 6 másodpercem van. Szóval nem fog megtörténni. De a futó kontra bástya és egyetlen gyalog az, ha jól tudom, elméleti döntetlen, ahogy azt hiszem pont Port is szívta meg világbajnoki mérkőzésen. Botvinnik ellen? Azt hiszem? Nem emlékszem. Látom, a másik meccsen egyszerűen lejárt az idő. Szerintem mi bajom az új harcoló formátummal, azt majd részletesebben kifejtem, ha nem vagyok hulla álmos. Ebben az a jó, hogy ő nem tud lépni, neki el kell lépni, és akkor ezt le tudom ütni. Ellépett, de úgy, hogy sakkot adott. Most ezt tudja folytatni? Ennyire tudja folytatni. Ügyes. Huszárra 4-es veszitek. Ügyes dolog volt, bár azt hiszem én magam gyalogoltam bele igazából. Semmit nem tudok csinálni. Ha trédelek, ha nem trédelek, vesztettem, csak még volt egy másodpercen. 5-4, mondjuk itt ebből az 5-4-ből mennyi volt az, amit időm vesztettem el? Ezt amúgy is rosszabbul álltam, mert már korábban hibáztam. Itt egy lépésre voltam a mattól, úgyhogy ezt győzelemnek számítom a magam szemében. Ezt nevezzük legítvereségnek. Ez teljesen legit volt. De ez, mondom, ez elvileg teoretikus döntetlen, de lehet rosszul tudom. Ez is csak idő volt, ezt is simán nyertük volna. Szóval igen, ha tudtam, hogy 9-en vagytok, akkor több időt adtam volna magamnak. Kicsit idegesítő, hogy akkor is ketyeg az órát, hogyha nem azon a meccsen vagy éppen. Ha jól tudom, a rendes szimultánokban nem így működik. Most jön a gép értékelése. Nem fogom erre a 9-re megcsinálni. Már csak azért sem, mert nagyjából annyi lenne a gép értékelés, hogy oké, 15 lépés után az egyik fél elbaszott valamit, aztán a másik, aztán az egyiknek lejárt az ideje, vagy mattot kapott. Szóval ez volt a random shock stream, remélem, hogy jól szórakoztatok rajta, ilyen elmebeteg, szimultán dolgokat szívesen csinálok meg, ha szeretnétek. És mi az oldal neve, bedobom a chatbe, leeches.org. Egyébként azt hiszem, itt talán ti magatok is meg tudjátok nézni magát a szimultán, meg a meccseket, meg lefuttathatjátok a computer analízist, ha szeretnétek. És a stream mostanáig tart, és holnap akkor a szokásos videó mellett lesz szerintem egy hosszas anyázás az új Hearthstone formatról. Mert szerintem minden előnye nélkül nyúlták le a Magicből, és ezer hátránya lesz többek között azért, mert olyan fejlesztő csapat, amilyen. De erről majd anyázok később, örülök, hogy itt voltatok, én meg megyek aludni, innen folytatjuk legközelebb.